Nemes Fekete Edit számos kitüntetést és díjat tudhat magáénak. Megtisztelőnek érzi, hogy ez a díj a magyar nemzeti kiválóságai közé emeli őt. A kerámia festés és kerámia rajzolás szakmáját választotta magának, és ezt soha nem bánta meg. Minden eddigi elismerés, amit kaptam, nagyon megtisztelő volt, és nagyon örültem neki. Természetesen, hogy ez mindig kötelezettséggel is jár, de én ezt nagyon szívesen vállalom, hiszen ezt a keresztet ellemista koromban vettem a vállamra. Kollár Ilona felsorolni sem tudja, mennyi díjat és elismerést vitt már haza. A néphagyományok őrzését különösen fontos feladatának érzi. A legkedvesebb kézműves foglalkozása a hímzés, és számára a gyerekekkel külön öröm foglalkozni. Ez a kitüntetés meg annyira meglepett, hogy még most se tudom fölfogni, hogy én vagyok az, aki kapta. És nagyon jó esett az is, hogy két évvel ezelőtt a vajdaságiakat én képviseltem Washingtonba. Az e fajta hivatalos állami kitüntetésben az anyaország határain belül és kívül is tevékenykedő magyar alkotók, politikusok, sportolók és művészek részesülhetnek. Ilyen esetekben mindig meghajolok egy életmű előtt, hiszen mindkét művész esetében hosszú évtizedek kitartó munkájáról van szó, és különös megtiszteltetésnek veszem, hogy köztársasági elnök úr megbízásakor átadhatom ezeket a kitüntetéseket. Az ünnepi eseményre csütörtökön délután került sor a szabadkai főkonzulátus dísztermében. A kitüntetések átadása után pezsgővel kocintottak.